Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a kegyelemben. Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket ezen a hálaadó szentmisén, Kisboldogasszony napján. Van a kápolnánknak a búcsúja, ezt ünnepeljük most, és most különös okunk van a hálaadásra, hiszen megújult ez a kis kápolna. A felújítás az Emberi Méltóság Tanácsa védnökségével valósult meg az Ökocentrum ZRT-nek az adományozásaként. Szeretettel köszöntöm Lomnici Zoltán elnök urat, Szunai Miklós főtitkár urat, Vitályos Eszter országgyűlési képviselőt, Őri Dénes polgármestert. Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. A szentmisét fölajánljuk a Gersmayer család elhunyt tagjaiért, azon kívül elhunyt Niedermüller Béláért, felesége Stancsik Máriáért, és Sejdi Sebőné Nádler Máriáért. És fölajánljuk ezen kívül hálaadásul a mai napon a kápolnáért, mindazokért, és mindazokat is belefoglalva, akik ennek a kápolnának a sorsát az elmúlt évszázadokban szívükön viselték, és azokat, akik ma is ugyanezt teszik. Azért, hogy méltó módon ünnepelhessük a szent titkokat, most vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Könyörülj rajtunk, Urunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, add meg nekünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában fölvíratt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasd meg Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Te, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, még nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. És ez lesz a béke. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Thank you.
Az Úr legyen veletek. És a veletekkel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szent Lélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szent Lélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a proféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban kedves testvérek, születésnapot ünneplünk, kétféleképpen is mondhatjuk ezt. Egyfelől kis boldogasszony napja, a szűzanyának a születésének a napja, ünnepe. Másfelől az a kis kápolna is újjászületett, már nem először az elmúlt évszázadokban. Érdemes is egy pár szóban fölidézni ennek a kis kápolnának a történetét. A török idők után, a 18. század első felében épült föl ez a kis kápolna. Az építésével kapcsolatban kétféle hagyomány is van. Az egyik hagyomány szerint a várost visszafoglaló hadak építették. Fogadalmat tettek, hogy ha sikerül a vállalkozásuk, a felszabadítás, akkor itt ezen a helyen, ami talán katonai értelemben is bizonyos szerepet játszott, itt fognak emelni kápolnát a szűzanyának a tiszteletére. Az emlékezet pedig azt is mondja, hogy a törökök után betelepült német lakosság állította ezt a kis kápolnát. Ennek egy szép emléke a kápolnában található, a passzaui Madonna elnevezési festménynek a másolata. És aztán a későbbiekben többször átalakították, a nevét is így nyerhette el 1788-ban. Viktorin József plébános úr 1873-ban hozatta helyre a kápolnának az épületét, és erről tanúskodik a német nyelvű táblának a felirata. Itt olvasható. Ez a segítő Mária kápolna a 18. század első felében épült, 1788-ban, hogy örök időkre megmaradjon. A gyülekezet által átvétetett, hű elkötelezettséggel, továbbra is jó állapotban lesz megtartva az utódok által. Emlékül a Mária domb megnagyobbítására és megszépítésére 1873 tavaszán. Hát mi vagyunk ezek az utódok, akikre hárult ez a feladat, hogy ezt a kápolnát a megrongálódás után, meg a elmúlt éveknek a kárai után helyre állítsák, és hát ezúttal szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiket már említettem a név szerint a Szentmisének az elején, hogy hát erre a nemes feladatra vállalkoztak.
de Viktorin József plébános úr bizonyára azt is feladatul adta a számunkra, hogy a szűzanyának a szeretetét azt élőn tartsuk ezekben a napokban is. Megfogott itt az olvasmányban ez a kis mondatocska, hogy te, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy a Júda nemzetségei közül, mégsem vagy jelentéktelen, mert tőled származik majd, aki uralkodni fog Izrael felett. Te, Betlehem, te Efrata, nem vagy kicsiny, mert a szűzanya által itt Krisztus jött a virágra, de ezt elmondhatjuk azokról a helyekről is, ahol él a szűzanyának a tisztelete és az Úr Jézusnak a szeretete, azokról a helyekről is ezt elmondhatjuk, Visegrádról is, ahol a keresztény hívek élön tartották ezt a reménységet, amit az Úr Jézus hozott nekünk. Töltsük be ezt a küldetésünket, amit kaptunk az Úr Jézustól, a szűzanyának a példáját kövessük, és járjunk azoknak a nagy elődöknek a nyomában, akik méltó emlékművet is állítottak a keresztény hitünknek ezen a helyen. Legyen élő mindig az Istennek a imádása és a szűzanyának a tisztelete. Legyen mindig élő az ő segítségül hívása minden viszontagságos időben. Amen. Örvendezzünk testvéreim a mai szép ünnepen, mert hatalmas közben járunk született, a kis boldogasszonnyal együtt könyörögjünk mennyei atyánkhoz. Add, Urunk, hogy szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk hajnalhasadását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházad pásztorainak szolgálata által mindnyájan újjászülessünk az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy égi anyánk közbenjárására megszülessék a földön a béke. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a betegeket és a szomorúakat is örvendeztesse meg a szomorúak végasztalójának születése. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy kisboldogasszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreik számára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add meg elhunyt szeretteinknek, a Gersmeyer családtagjainak, továbbá Niederbüller Bélának, felesége Stancsik Máriának és Sejli Sebőné Nádler Máriának, hogy találkozhassanak veled, és a mennyben örökre láthassák fényességedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk, szent fiad megtörte az ősi ellenség erejét, az ő szent anyjában ég édesanyját adtál nekünk, kérünk, hogy közbenjárására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, egyszülött fiad embersége legyen segítségünkre, hogy aki szűztől születvén anyjának érintetlenségét nem csorbította, hanem inkább megszentelte, az emeljen ki minket vétkeinkből, és áldozatunkat tegye kedvessé előtted, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A boldogságos mindenkor Szűz Mária születésének ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogamta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában virágra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerői és a boldog szerák kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazoktól, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenten együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, ezért imádkozhatunk így. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadban mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy karjékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy egyházad, amelybe szent lakomádban, szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltón örvendezzék a boldogságos Szűz Mária születésének, mert ő lett az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A Szent Mise végén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik előkészítették ezt a mostani szép ünnepet, ahogyan az elmúlt években is, a német nemzetiségi énekkarnak a zenei és ének szolgálatért, és aztán a többi előkészítő munkákért is, a régi és az új kápolna gondozó családnak, és a hangosítás biztosításának is, akik ezt felajánlották, köszönjük szépen. A Szent Mise áldása és záró ének után Kati Horváth Lajos orgona, elnézést, hegedű művész úr zenei szolgálatát fogjuk majd meghallgatni, és ez vezet át majd bennünket a kápolna átadási ünnepre. Fogadjuk most az áldást. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istenem.